Ebben a portrésorozatban nem magamról szeretnék mesélni, hanem a nagybátyámról, Tandori Dezsőről. Sokan sokféleképpen közelítünk hozzá, a legtöbben olyan költőnek, írónak, műfordítónak tartják, akinek életműve messze áttépett a magyar irodalom történet határain. Nagyon sokan vannak, akik egy titkot látnak a Tandori jelenség mögött, hiszen valóban nagyon titokzatos volt az az elzárkózása a világtól, amely jellemző volt Tandori Dezsőre. Egy picit én másképp látom azért őt, mert a család nagyon sokat összejárt, amikor gyerekek voltunk, és nagyon sok gyerekkori élményem is kötődik Dezsőhöz és Ágneshez, aki nem csak a felesége volt, hanem szerzőtársa, és mindenben a játszó partnere is. Arra emlékszem gyerekkorunkból, amikor Dezsőjék beléptek a lakásba, akkor mindig megtöltötték a teret, főleg Dezső, aki tényleg egy olyan jelenség volt, hogy amint belépett, azonnal oda pattant a zongorához, és elkezdett különböző slágereket játszani. Kedvence volt az Ó József, József, hogyha eljössz hozzánk. És utána pedig édesapámmal kezdtek el hatalmas sakkjátszmákba belebonyolódni. Azért is nagyon szerettem, amikor hozzánk jöttek, mert a nagymamám mindig a kedvenc ételét főzte, és azt én is nagyon szerettem. Mindig fasírozottat főzött, fasírozottat sütött, tejfölös gombamártással és hagymás dödöllével, ez volt Dezsőnek a kedvenc étele. Egyébként a nagymamám kötötte a sapkákat is, amik olyan híressé tették az ő jelenségét, és azokat a mellényeket is, amiket mindig karácsonykor kapott Dezső. Így visszaemlékezve a karácsony délutánokra, ezeket is gyerekkoromban mindig együtt töltöttük velük. Annyit tudtunk, hogy 2-től 4-ig érnek rá, mert hogy 4 után mindig sietni kellett haza a madarakhoz. Úgyhogy a szüleim már napközben besötétítették a szobát, és mire Dezső és Ágnes megérkeztek hozzánk, addigra csak a fények maradtak a szobában, illetve hát együtt töltöttük ezeket a karácsonyokat, amelyek tényleg emlékezetes és nagyon szép ünneppé váltak így együtt. Aztán legendás volt még, hogy Dezső mindent szenvedélyesen csinált, nem csak az ő magánéletében, nem csak az írói pályafutása során, de például a szilvásgombócevésben is. Nagypapámat 26 szilvásgombóccal leverte általában. Nagyon komoly szilvásgombócevő versenyeket tartottak, amikor nálunk voltak. Úgyhogy nagyon-nagyon sok szép emléke maradt róla, és hát természetesen minden karácsonykor kaptunk tőle egy mackót. El is hoztam az egyik mackót, amit tőle kaptunk, kicsit megviselt már szegény, de hát hosszú ideje ő is a tandori emlékek közé tartozik. Az az igazság, hogy Dezsőnek nem mi voltunk a családja azért, hogyha így őszintén bele szeretnék gondolni. Az ő családja az a Lánchíd utca 23-ban volt, és ez a család, ez elsősorban az ő verebeit jelentette, az ő medvéit jelentette, és minden olyan tárgyat, ami ebben a lakásban, az ő kis Lánchíd utcai mikrokozmoszában őt vagy őket körülvette. Fontos, hogy vele kapcsolatban ezek soha nem tárgyként léteztek körülötte. Egy asztal, egy radír, egy kaktusz, a medvék, ezek jóval túlmutattak a tárgyiasult mi voltjukon. Ezek az ő lényei voltak. Ezt nagyon fontosnak tartom vele kapcsolatban elmondani, mert nagyon sokan csak egy medvés vagy egy madaras költőnek tartják. Jó lehet, ezek a lények, ezekhez ő rendkívül erőteljes módon kötődött. Például a madarak, azok nem csak egyszerűen madarak voltak a számára, akikről gondoskodnia kellett, ezek az ő lélektársai voltak, akikkel,
azt hiszem, hogy az életben a legmélyebben tudott azonosulni, és akikhez a legmélyebben tudott kötődni. És hát egy picit ennek a gondolatnak a mesdjéjén gondolkodtunk Tóth Ákossal, aki Dezső legnagyobb értője, irodalomtörténész professzor Szegeden. Tehát együtt gondolkodtunk azon, hogy hogy is lehetne Tandori Dezsőnek és Ágnesnek egy méltó kiállítást rendezni. Május 23-án nyílik ez a kiállítás a Virág Benedek házban, és rendesen fel volt adva a lecke, hogy hogy is tudnánk megközelíteni Tandori Dezső hatalmas életművét úgy, hogy azok tárgyakkal, eddig soha nem látott tárgyakkal, és az ő mérhetetlen mennyiségi költeményeink keresztül valahogy közel kerüljenek a látogatókhoz, és olyan újdonságokkal is szolgáljanak, amely a szakma szempontjából is még érdekesnek tűnhet. Ebben nagyon nagy segítségünkre volt tehát Tóth Ákos, aki fantasztikus hozzáértő módon gyűjtötte össze Dezsőnek a verseit, és én pedig ezekhez a versekhez kerestem meg azokat a relikviákat a Lánchíd utcában, amelyek jól kiegészítik majd a kiállítás anyagát. A kiállításnak a címe a Hiányzásra kijelölt hely, Tandori Dezső jelenlétei címet kapta. Ugye ez a hiányzás, ami a címben is megfogalmazódott, ez csak részben felel meg annak a hiánynak, amit Dezső itt hagyott az irodalom történet mesdjéjén, azt az űrt, azt valószínűleg senki nem tudja bepótolni. A hiány nem csak az irodalom történetben betöltött helyet szimbolizálja majd a kiállításon, hanem tudom, hogy a lényeit, a mackóinak, az itt maradt tárgyainak a hiányát is pótolandó kapta ez a kiállítás, ezt a címet. Tehát egy űrt próbálunk az irodalom történetben betölteni ezzel a kiállítással és a kiállítás címével, és hát természetesen nekünk, a családnak is, és a barátoknak is nagyon hiányzik Dezső is és Ágnes is. A kiállítás hét termen keresztül kíséri végig Dezsőnek az feltételes megállóit, ahogy Ákos nevezte ezt a kiállítást, illetve a kiállítás termeiben létrejövő koncepciót. Ezekben a megálló helyeken, ezekben a termekben olyan tárgyak és olyan versek kapnak tehát helyet, amelyek az indulástól egészen a Tandori életmű befejezéséig egy rálátást adnak elsősorban a költészetére, és a költészetét kiegészítendő tárgyi világra, relikviákra. Tehát ott lesznek a medvék, ott lesznek azok a könyvek, amelyek Dezső kedvenc könyvei voltak, és amelyeket Dezső soha nem csak olvasott, hanem használt. Ez nagyon fontos tudni, hogy az ő több ezeres könyvtárat mindig tele volt írva, tele volt jegyzetelve, rettentő sok együtt gondolkodás zajlott ezekben a könyvekben, Tolsztojjal, Kafkával, Pilinszkivel, Wittgensteinnel és az összes olyan társra, baráttal, akikre Dezső nagyon nagy szeretettel és nagy tisztelettel gondolt. Ott lesznek természetesen a legfontosabb lények a madarak, nyilván csak versek formájában, illetve olyan relikviák formájában, amelyek eddig soha nem voltak láthatóak sehol, hiszen a Lánchíd utcai mikrokozmos zárt világában élték eddig az életüket. Fontos kiállítási anyagként láthatóak lesznek majd azok az ideogrammák, azok a rajzok, amelyeket Dezső az élete során készített, és amelyek nem választhatóak el sem az írói pályafutásától, sem attól a nagyon alapos képzőművészeti érdeklődésétől, amit egész életében művelt. Ez a kiállítás tehát május 23-án nyílik, és nagyon sok program is kapcsolódik majd hozzá, úgyhogy nagyon sok szeretettel várjuk az ide látogatókat.
Nagyon fontos megemlékezni még a tandori hagyatékról is, ami azt hiszem, hogy az egész szakmát érdekli, és nagyon sokan féltő gonddal kísérik figyelemmel, hogy vajon mi lesz a tandori hagyaték sorsa. Az egész család, mindenki szeretné, ha ennek a hagyatéknak megfelelő helyre kerülne majd, és megfelelő gondozásban és kutatással egy hosszabb időintervallumot segíthetnénk, vagy hosszú időintervallumban gondolkodunk a kutatással kapcsolatban is. Ennek már az első állomása meg is történt. Tandori Dezső több ezres könyvtárát odaajándékozta a család a Váci könyvtárnak, úgyhogy a leendő tandori kutatók szíves figyelmébe ajánlom, hogy aki szeretne tandori kutatással foglalkozni, ezeket a teleírt könyveket most már Vácot fogja megtalálni. Rengeteg segítséget kapott a család azoktól az itt maradt barátoktól, akik mindig nagy szeretettel fordultak Dezsőhöz. Az első nevet hadd említsem meg, aki végig ott állt a család mellett, és most is ott áll, ő nyitja majd meg ezt a 23-án nyíló kiállítást is, ő Kurták György, akire mindig számíthattunk, és mindig számíthatunk, azt hiszem, ezek után is. De ott van Rajk Judit is, aki rengeteget segített, vagy Tóth Ákos, akinek most fog megjelenni a posztumusz tandori kötete. Vagy ott van Jovanovics György, akinek május 15-én avatjuk föl a Fiumei úti temetőben azt a tandori síremlékét, ami nem csak önmagában szobrászati értéket képvisel, hanem én azt gondolom, hogy kevés magyar szobrász értheti ennyire jól tandori költészetét, mint ahogy Jovanovics György megértette, és ahogy ez az ő megértése és tisztelete ebben a síremlékben kifejezésre jutott. Rengeteg kapcsolat és rengeteg köszönet a család nevében mindenkinek, aki eddig segített nekünk, és akire ezekre, vagy ezek után is számítani szeretnénk, hiszen nagyon nem mindegy, hogy ennek a fantasztikus költőnek milyen megítélése lesz a következő 100 év tekintetében. Én most záró mondatként szeretnék egy olyan könyvéből idézni, amit csak így megmutatom, nem tudom, hogy mennyire látszik. Tehát ő így használta ezeket a könyveket, teljesen teleírta, és együtt gondolkodott itt például Wittgensteinnel. Ezek egyébként még az ő cetliei, amiket ő hagyott benne, és amely oldalak számára valamiért nagyon-nagyon fontosak voltak. Ugye tandori költészetére a töredékesség nagyon jellemző, és például Wittgensteinnel kapcsolatban sem a nagyon elvont filozófiai gondolatokkal írta tele ezt a könyvet, hanem ő ebben a könyvben például a lófogadással kapcsolatos megérzéseit, ráérzéseit írta bele. Például lófogadás, szófogadás, ilyenekkel van teleírva ez a könyv. És akkor záró mondatként csak annyit szeretnék felolvasni ebből a könyvből, ami azt hiszem, hogy az egész költészetére, az egész tandori költészetére nagyon jellemző. Ha a több, a kevesebb, akkor a több a minden.